klímaváltozás, a printmédia válsága, a börtönök és elmegyógyintézetek világa, ázsiai internetcelebek és az iszlám állam utáni világrend. Egyebek mellett ezekről a témákról láthatók dokumentumfilmek az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon. A szemle ideje alatt a filmkészítők szakmai workshopon kaphatnak segítséget készülő moziaikhoz. 3,5 nap alatt kell egy nagyon intenzív munkát elvégezni, ami lehetséges, és igazából jó ez a rövid idő keret, ez a nagyon feszes időkeret, mert ez nagyon inspirálja az embereket arra, hogy tényleg haladjanak. Tudják, hogy pénteken lesz egy bemutató, ahol lefeltítjük ezeket a work in progress, hát ezek ilyen készülőben levő dolgok, de muszáj addig kész lenni. Van egy határidő, és a határidő a legjobb muzsa. A résztvevőket egy filmesekből, vágókból és emberjogi szakértőkből álló nemzetközi csapat segíti a szerkesztésben, a vágásban és az utómunkában. A bekerülés feltétele annyi, hogy a filmekben hangsúlyt kell kapniuk az emberi jogoknak. Én a dokumentumfilmen bevezetőjével küzdök. Abban szeretnék segítséget kapni, hogy kitalálja, mire is fókuszáljon a sztorim. És persze technikai támogatásra is szükségem van, hogy hogyan tudom a legegyszerűbben tálalni a történetemet az európai közönség felé, mondta egy pakisztáni résztvevő. A sorrendben 16. verzión 46 ország 75 filmjét láthatjuk. Idén először a Vector VR szekcióban 9 VR projekt is helyet kapott a programban.